Ellen, ez teljesen mi a faf? Szóval neki fel se tűnt, hogy 13 év eltelt? Vagy a mi világunkban volt az 13 év, és az övében nem. Na mi történt eddig? Beszéljük át. Szóval megjelentünk mi, Ada... Milyen Anderson? Ja, nem, Saga Anderson, ugye? A nőci, ugye a fő, hogy hívják? A fő FBI-os, a társammal. És jött még egy gyilkosság, ami miatt kinéztünk ide, tettük ide egy kitérőt, jó messze otthonról, mi nagyon messze jöttünk el innen, és ki kellett nyomozzuk, hogy mi történt, és akkor az elején láttuk, ugye, hogy van egy, volt egy öreg faszi, aki messzelenül ment az erdőbe, nem tudom, pancsolt, és kivégezték ilyen, hát nem is tudom, hogy mondod a koltot magyarul, ilyen szekta, egy ilyen a fa szekta kivégezte, ilyen, nem tudom, dírmaszkokba, jönnek, és kivágták a szívét, és akkor erre azért jöttünk, erre a... Nem lehetne lehakítani a zenét, amíg beszélek, skacok, ha? Feri, kicsit vegyétek már vissza a hátsó izét, jó? Éppen beszélek a chathez. Nem lehet. Így van, rituálisan kivégezték a csávót, kivágták a szívét, és akkor ezt jöttünk kinyomozni, hogy mi az Isten, és már sok ilyen gyilkosság történt. Mindegyik 2010-ben, amikor eltűntek ezek az emberek. Például LMVG is 2010-ben tűnt el, ugye akkori az előző játék. Az első rész. Szóval jó sokat kellett várni a folytatásra, de ez a közvetlen folytatása a játéknak. És ugye elvittük, hogy majd kivizsgáljuk a nem tudom hol, tudod, ahol boncolják a hullákat, és egyszer csak újraélett a csávó. Egyszer csak újraélett a csávó, és szétkente mindenkinek az arcát, és akkor volt a tutoriál, ugye, hogy kell harcolni. A fényben biztonságban vagyunk, a sötétben nagy veszély leselkedik ránk, ezek a szörnyek ugyanúgy, mint az egyben, a sötétben tudnak mozogni, és ugyanúgy a flashlightunk az egyik legerősebb fegyverünk. És igazából elég undi volt, egyetértek veled. Amúgy jó zene. Elég undi volt a dolog. Közben kiderült, hogy ugye Ellen tovább írja a sztorit, és amit leír a sztoriba, az a valóságban is megtörténik. Szóval, hogyha leírja, hogy nem tudom, Jedi összepisili magát, akkor Jedi hiába tudja, hogy összepisili magát, mert elolvassa, akkor is megtörténik, szóval nem tudod megakadályozni. Így is megtörténik, amit leír az Ellen. Viszont most már tudjuk, hogy nem csak Ellen szól ebbe bele, hanem bizony, a Dark Presence, ez a gonoszság, ez is beleszól a sztoriba, átírja a sztorit valahogy. És közben ugye eltűnt a sheriff, azt is láttuk igazándiból, hogy a sheriff akart nekünk segíteni, mert neki voltak még ilyen papírjai, ami leírja, hogy mi lesz a jövőben, de eltűnt teljesen. És eltűnt a csávó is, a szívtelen csávó, úgyhogy őt öltük most ugye meg, nemrég. És visszakerült, megöltük, és visszakerültünk ide valahogy Ellennel. Szóval itt tartunk egyelőre, hogy Ellen most itt van a mi világunkban, azt hiszem. És innen megyünk tovább. Igen. Szerbusz, Bexi. Legjobbkor jöttél. Igen, itt a társunk, ugye? És itt van Ellen, aki hogy most már úgy néz ki, mint John Wick egyébként. Casey, say hello to Alan Wake. Hello. Mr. Wake, this is special agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Megyünk a kocsinkhoz. És milyen basszó, hogy ott van rajtunk a fegyver, amit szereztünk. Ott van válunkon. Ja. Oké, optional, investigate the previously flooded area. Ó, akkor ez el volt árasztva eddig? Jó, ez nem muszáj. Kijutott? Várj, hagyja, miről beszélsz? The PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Yeah. Your bearings, then we'll head out. Yeah. Menjetek, én meg körülnézek itt. Jó, egy picit még pihennie kell végnek. Nem vágj, mi van. With the flooding gone, could be further clues out there. Aha, valami klúkat kéne keressünk. Igen. I wonder if there's any connection to the overlap to Nightingale. Igen, esteledik, úgyhogy sietnünk kell. Akkor Nightingale nem halt meg? Nem öltük meg? Én azt mondom, hogy megöltük. Van itt bármi? Biztos, hogy kell legyen valamiféle clue nekünk. Nem sokat segít a flashlight ebbe az időjárásba. Van itt valami? Fel tudsz ugrani? Nem. Szia, van neked is? Szia. Nézzünk el erre? Aha, erre fele kell menjünk. Na, annyira gyönyörű, úram atyám, tesó. Ha, de vártam egy ilyen gémet, basszus. Hop, 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 hop. Itt valaki megjesztett minket, minden mondjuk jól megették.
Ez a Dír, ez valamire egy ilyen visszatévő motívum. Ugye itt van egy ilyen fesztiváljuk is, ami a Dírekkel kapcsolatos. Interesting, interesting. De nem nagyon találok itt semmiféle clue-t. Mondjuk ez csak optional. Hoppá, elnézést. Nem tudok elmenni, nem. De ez teljesen el volt árasztva ugye előtte. Igen, innen jött, ugye itt követtük a lábnyomokat. Még már egész sötét van. Ha megnézem a... ízét, akkor itt vagyok, aha. Ez a sor. Erre akkor jobbra nem fogok tudni majd elmenni. Or am I? Beenged, beenged. Oh, aha! Looty loot. Csak rá kell jöjjünk a kódra. Is that the cult of the tree symbol on it? Igen. Oké, okay, restart. Pip, pip, pip. Oké. Okay. Pip, pip, pip. Ennyi? Oké. Na nézzük. Remember, they look like us, but they aren't. They're like animals. And it's our job to hunt them and gut them. Oké. Okay. Szóval úgy néznek ki, mint mi, de nem. Vadállatok, undorító vadállatok, meg kell öljük őket. Ez mi? Apukám, itt azért van loot. Kaptunk még egy helyet, oké. Okay. Várjál. Ja, és van ez a, ugye ez a hely, ez a fejünkben van, és akkor ide tudjuk összerakni, amiket kapunk. És akkor itt van nekünk egy olyanunk, itt csináljuk ugye a gyilkosságokat, itt rakjuk össze, de most nekünk kell egy másik kész, ami... Cult of the Tree, nem a lunchboxos? Ez, a stash-es, és ide be tudunk rakni akkor még egy stash-t, mert találtunk még egyet. Oda így, né. Ezeket mindig érdemes megcsinálni, mert így haladhatsz tovább a sztoriba. Mi van nálunk itt? Not reminding cultists, the victims are like animals. Ja, ezt kaptuk, igen. Aha, ezt pont oda akartam kirakni, igen. Large amount of supplies laid on the table. Ez valahol máshol volt. Így van, pont oda akartam berakni. És triangle craving on the table when Nightingale was found. Ja, igen, igen, igen. Mi van? Nem oda kell rakni? Nem. Természetesen ide kell rakni. Nem. Kult szimból. Persze, ez egy szimbólum, de hülye vagyok. Mindig ez a szimbólumuk van, ugye ez a kettős háromszög. Mindenhol látod, a fákon is, az asztalba vésve, a nyakláncukon is ez van. És van egy új ilyenünk. Igen. És van egy új rádió, ja, van egy új szongunk, a Wide Awake, igen, ezt hallgattam tegnap, miközben vágtam a videót YouTube-ra. Ja tényleg, szia YouTube, hello YouTube, hogy a YouTube-on nézed? Hello! Mondtam, szóljak a YouTube-osoknak, szóljak hozzájuk, ez mi, whisky? Há, beszarok. Ja, Casey, oké. Okay. És van egy weapon upgrade-ünk, de ebből nagyon sok kell, hogy tudjuk fejleszteni a weapon-öket, úgyhogy ez egyelőre nem elég. Akkor szerintem, nem, még mindig lehet investigate-elni. Szóval mielőtt visszamegyünk, még mindig van még itt felfedezni dolog. Oh, ezt nem kéne megnézzük? Itt vannak ilyen háromszögek megint. Mr. Nyomozóasszony. Arra jó lenne ráállni, nem? Azt hiszem ez egy valid hely, ez csak a fejünkben létezik ez a hely, ahol az előbb voltunk. Vaj, ez kifele visz már minket? Yes. Akkor van momentó, please. Nem tud ránk esteledni, igaz? Remélem. Nem szeretném, hogy ránk esteledjen. Akkor bizony spuri van. Szia Banks, üdvözölnek a YouTube-osok is téged. YouTube-isták, szerbusz Gergő, szia. Break from boat, welcome back. Gucci. Kitájmoltad, az biztos. Az biztos. Jó, ti nem akar? Itt álltok, amíg én nem megyek fel? Jó, vagy meg egy picit ráérek amúgy. Meg akarom nézni, hát el tudok erre fele mászni. Nem. Nem akarok kiadni semmit, hát ha találunk valami basszó lootot. Vagy ilyesmi. Azt mondták, hogy kb. 20 óra a játéknak a gameplay-e. Kivéve, hogyha gamer vagy, mert akkor lehet 30-40 is, mert ugye felfedezed a helyet, stb. Úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi időt fogjuk végigvinni. Jó. Nem sokat látni, nem? Már csak engem zavar, hogy ilyen kis dzsungeles. Nem látok rendesen, de annyira gyönyörűen néz ki ez a játék, basszus. Nagyon szép.
Most merre megyek? Igen. Arra lentre, ahogy ott benéztünk. Az X-ek azok mit jelentek? Gondolom, hogy arra nem lehet elmenni, nem? Hop, 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 hop. Oda néz. Még egy lap. Még egy nap. Nightingale in the dark place. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels from the dark city, into the ocean of darkness. Next up, Caldera Street Station. Oda fogunk menni. Something, a presence rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. Amúgy lehet, hogy kéne hozzá is érd mi? The writer's cult waited for him there. The cult of the word. The cult of... The cultist leaned close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught. Murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there. But he was risen. Sent to find a lake that was not the lake. Aksa. Jó. És akkor innen mehetünk is kifele. Az ott mi? Amúgy besötétedett közbe, basszus. Aha, lehet gyorsan forogni, oké. Okay. Ide raktuk be ugye a szívet. Hé, valaki itt van! Hó! Mi a faf? Chill out, bro, chill out, chill out. Szóval állatok is vannak? Rosszat nyomtam, rosszat nyomtam. Hol van? Ott van. Mi történt? Megetted az á... Tesó. Ezt hogy csinálta? Ezt hogy csinálta? Szétszette a lámpát! Gyere te vadállat! Aksa? Mennyi élete van ennek a szarcsimbóknak? Szétkurta a lámpánkat! Hát már le van rohadva félig a teste! Bolyos, álljál meg! Bolyos! Azt mondtam megállni! Állj, FBI! Na! Hát úgy néz ki. A macska rúgja meg. Legalább valami loot van benned? Ja, ezt közben a kettővel szedjem a képernyőre, jó? Ó, ez ugyanaz, mint a izébe. Ez ugyanez volt az egyben. Mindig ilyen nyilak jelezték, hogy merre van az extra stash. A korgó? Egy streamside stash key. The fuck? És ezt hol tudom használni? Egy kis extra loot. Köszönöm. 11 golyó van már ebbe a fegyverünkbe. Ezt jó, hogy megszereztük tegnap. Élem. Ja. Ezt már kiszedtük? Jó, itt legalább biztonságban vagyunk. Ja, itt láttuk a izét. Na, merre menjünk innen? Ez miért piros itt? Ez jelent valamit, ezek a piros részek? Nem tetszik. Ott várnak ránk a izék? Gonoszak? Akkor go? Akkor go? Gyertek, gonoszak. Vagy, hogy arra nem lehet menni. Végül is, azt is jelezheti a piros. Rendes, én is eltévedek ebbe az erdőbe, már nem azért mondom. Már itt is vagyok. Itt lesz a Witcher hántos cucc. Aha, akkor abba a pillanatban mentünk egyet. Köszönöm. Fix save. Mondta a játék, hogy ne felejtsünk el sűrűn menteni. Hát én aztán nem felejtek el. És akkor majd így magától feljönnek ellenék? Remélem, hogy nem kell visszamenjek értük, mert én már nagyon kim vagyok. Én már mindjárt kocsinál vagyok szerintem. Jó, be is estredett közben.
Igen. Itt már nincs point of interest, ugye? Van egy konténer. A konténer az mit akar? Hol van a konténer? Wow, piszkos! Már valaki megint nem engedte ki WC-re. Mit csinálsz, te csibész? Jó, majd ellenék kinyírják, igaz? Nekünk nem kell amúgy pazarolni rá. Oké, General Store, ez megvan. Hova megyek? Ez be van karikázva. A murder site, igen. FBI station. Hol van a kocsink? Take the car back to Bright Falls. De hol van a kocsi? Fuse box? Point of interest. Point of interest. Oh fuck. Akkor go back. Hova rakták a kocsinkat? A piros gonosz? Igen? Hát akkor arra nem megyünk. Itt le tudok jönni ide. Itt lesz a witch cucc, ugye? Igen? Milyen jó, hogy aranyosan raktak ide táblákat nekem. És itt van valami point of interest. Ugye nem ez? Oh my lord, most komolyan ez? Ezért jöttem vissza. Hát nagyon örülök. Király. És akkor most már nem lesz a képernyőn? Jó. Akkor ezeket megnézem, hogy ne legyen a képernyőn, ne csaljon ide vissza legközelebb. Nem, csak semmi, ízi ajtónyi korgás. Nincs szükségünk ilyesmire. Ez meg ez. Nem. Olvasd el. Jó. Oké, most már itt sem lesz semmi. Ugye itt találtuk meg a Fuse-t, emlékszem. De ez a hely nem kell nekünk. Akkor go. Ki a picsába ebből az erdős részből? Kis, nem figyelek is, mi van itt? Mire gondolsz pontosan? Kösz szépen, Football Danny, vagy Dani a feliratkozást, kösz szépen. Üdv. Ja. Szóval innen szépen kimegyek a csába. Szerintem, én úgy emlékszem, hogy valahol itt hagytuk a kocsit, nem? Neked is, Kiro, nagyon szépen köszi a pontokat. Én úgy emlékszem, hogy itt kell legyen a kocsi, de nem értem, hogy a ellenék miért nem indultak el. Nekik nem kellett volna indulni, hogy mutassák az utat nekem? Ez csak szemét. Ajj, let's go. Nem tudom, de nagyon örülünk neki, mert ebben lesznek a partok. Ez az. Van még egy part. Ja, hogy innen nem lehet tovább hazamenni. Nem, akkor a piros nem a gonoszat jelzi, hanem, hogy le van zárva. Szóval ugye erre nem lehet elmenni. Na most már legalább tudjuk, hogy akkor ez azt jelenti. Látod? Ide nem lehet tovább menni. Akkor nem a gonoszokat jelzi a piros, haha! Vagy most férfiak? True. Amikor felvetett a kulcsot, újabb sárga nyilak mutatták valahova, nem? Szerintem nem. Vagy te? Visszamehetek a sárga nyilakhoz, itt fel tudok mászni ezen? Nem. Az öreg Saga nem a legjobb. Ugrani egyáltalán nem is tud egyébként szerintem. Erre volt a kutya, igaz? Ha. Puff. Nem a mind place-t akarom, ezt. Itt el tudok menni jobbra, de akkor ez így lezárul ez a hely. Itt nem lehet sokáig menni. Ugye? Ja, csak hogy rálássak arra? Meg hallottam valami hangot. Amúgy enchantolhatná valami jó cuccot, hogy tudjak ugrani a... Simán átugranám itt a fákat. Ez mi a faf? Ajj, még plusz loot, nice. How do you like the
Na hát, ezt kis tudom mondani, Hero, I had made it just for you. Thank you, bro, thank you. Appreciate it, appreciate it. Jó. Jövök, ilyen UFO-kat jöttek nézni. Nagyszerű. Nagyszerű, és innen el tudok még valameddig jutni? Nem. Vagyis hát de erre. A plusz lootért már megérte, a plusz lootért már megérte. Van egy olyan érzés, hogy nekem szükségem lesz ezekre a fegyver kombókra. Most mi van, ha erre megyek el? Itt van valami fekete cucc, azt... Hey! Parancsolsz? Á, valószínűleg csak egy hajléktalan. Ne zavarjuk, ne zavarjuk. Ott van, de ilyen pirosan világít a faszi. Semmi baj, beragadtam. Semmi baj, rossz gomb, rossz gomb. Oké. Itt már voltunk, ugye? Igen, itt már voltunk, csak valamiért itt van egy gonosz. Miért van itt a gonosz? Ott van. Elmentek? Te srát, nem úgy volt, hogy fájtalunk? Hova ment? Meg már az UFO-k is? Ennyi, elmenekültek. Nem annyira. Hello? Hello? Mi van mi? Nem. Őt nem annyira érdekelte a power-öm. Testvér. Less monsters. Hát az biztos, tesz, hát majd meghaltunk. Nyomjunk be valami ízét. Nyomjunk be valami healt. Van valami nagy healünk, az. Edd meg. Ajajajajaj. Less monsters. Hát ennek nagyon örülök, ennek nagyon örülök. Majd belehaltunk. És erre mi van itt fenn? Ne. Nekem csak a izé kell. Már 5 upgrade-ünk van, az nem rossz. Szóval arra le van zárva, de jobbra lefele elmehetünk a murder site-ról. Sőt, kapunk mi valamit? Hát figyelj, nézzük meg. Ah, itt a kapu. Be ne záródj el. Ez mi? Ja, amit javította, izé az érzékelő? Az tuti valami kamu volt, ugye? Azt mondta, csak az időjárást nézi, meg ilyenek. Vagy jelez, hogy nagy vihar közeleg. Szervusz, Zed, te somsz, mi a helyzet? W, for real, ongád. Mi folyik itt ezzel a műszerrel, haló? Már nincsenek is itt. Ezt láttam már. Semmi? Csak sipákol. Hop-hop. Oda nézzenek. Let's go. Még egy piece. We all in this together. We all in it together. Hop-hop. Szabad lesz? Mr. FBI. Vagy Miss FBI. Oké, akkor ez nem tudok mit kezdeni, hogy ez itt sipákol. Majd bejelente már ezt, hogy sipákol a műszerük, aztán csinálnak vele valamit. Jó, csak visszajutottunk amúgy. Let's go. Oké. Már egy éve követsz? Kösz szépen. Ott kiderült, hogy mi volt az, aminek nem kellett volna ott lennie? Ott? Hol az az ott? Mire gondolsz pontosan? Miért mész dolgozni? Kitartás, bro, kitartás. Kösz szépen, hogy még beugrott egy meló előtt. Szóval mehetünk balra, meg jobbra. Merre vagyok arccal? Ja, itt vagyok. Áááá, és akkor ez lesz... Ó, ramatyám, hát ott van, hogy my car. Viszont akkor mielőtt felmennénk, nézzünk már körbe erre. Ha már ennyi időt elvertünk itt, hát ha találunk még valami extrát. Hurrá. Jó. Ennyi? Oké. Hát ha van valami loot, töltény, bármi olyan... Benél, merre kell menjek? Aha, erre. Valahogy itt is fel tudok menni, ugye? Van egy kis ösvény. De csak eddig? Csak eddig, jó? Nézzük meg ezt.
Oké. Ez ennyi volt. Na jó, viszont megvan a kocsink. Hát én nem fogok levezetni hozzájuk, úgyhogy remélem, hogy feljönnek. Viszont akkor... Igen, nem investigáltattuk az egész helyet, de az opcionális volt csak, úgyhogy nem para. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Jó. Picit összeszedi magát Mr. Wake, és akkor utána tudunk vele beszélgetni, hogy most mégis mi a franc folyik itt, és hogy tudja megírni a jövőt. És este van éjszaka. Before you see anything, I'm totally fine. Ez egy férfi hang, ugye? Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Oh, elcsúszott a kis srác. Dad, it's mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Eye on her? Akkor ő nő. Én azt hittem, hogy ez egy kisrác. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. Ha én full azt hittem, hogy ő a fiunk. You sound stressed. Sorry. No, it's just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too. Jó, akkor elesett a fürdőbe a kislány, és beverte a fejét. Bye for now. Oké, akkor kislányunk van. Én azt tudom, hogy van egy fiunk és egy lányunk, és csak a fiunkkal beszéltünk eddig, de nem, akkor ő a lányunk. Oké, make sense. Még cence. Ó, akkor mégiscsak egy real helyez? Vagy mindketten a fejünkbe vagyunk most? Nem, ez nem úgy néz ki, mint a mi fejünkbe. Majd világban nem tudni már? Na, mi a helyzet, Mr. Wake? Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Okay. Robert Nightingale. Do you know him? Of course. You were both here in 2010. The dark presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Teljesen ki van. És mi van a feleségemmel? You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Csávó nem éli. Na ez vali tej, most igen. Pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. Oh, teljesen meg van zavarodva. It doesn't make sense. Teljesen megvan. Nem vágja, mi van. Hí, ott a fekete trutyi. Az nem olaj lesz, igaz? I remember. I remember. Mire emlékszik? Oh, shit. Most kiderül, hogy mi volt vele eddig? Olajat talán megagzagszik in the end. John Wick mit keres itt? Ijesztő az arca a partnerünknek egy picit. Late night. Oh, fuck. Was I in a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control.
I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Most nem tudom, hogy drogozunk. Have I already done the show? Was that a recording? Most nem tudom, hogy drogozik, vagy mi van? Hogy kezd fel egy random helyen? So good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Yeah. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. Érdekes. What? Vágod ezt a részt? Creepy lesz. This book is mind-bending, so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Ooh. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Akkor ezt az egészet a Dark Presence írta? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger. Ooh. Guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. And you Joker flash. Like astral projection. This guy. Right? Yeah. He's so odd, though. That's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Yes. Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey. Ó, díres a pohár, mint a... Hogy hívják? Ahol Rose dolgozik, ugye? I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I kept expecting to disappear once this scene ends. Nagyon... What the fuck? Ó, és akkor innen játszunk? Aha, ez már a játék. Oké, elment mindenki. Hello? Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. Igen, akkor ez... Jaha, még mindig Alice-es témában van.
What the hell was that interview? Nem some tudom. Kind of joke? Nincsen. Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Aha, nincsen flashlightunk semmi zink. Zárva. Nagyon éled. Ahogy adnám, vagy nincs adnám, amit mondtál, hogy... Hey! Oké, okay, még nincs meg a kódunk. I think I've been locked in. Anybody? Meg kell keres... Now I have to find the code myself. Hoppá. Na nézzük, keresjük be a kódot. I was a mess. I had never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Nagyon-nagyon trippy az egész amúgy. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Maradjál már gitár. Nincs itt semmi. Az lehet. Valahogy szereznünk kell egy kódot. Nagyon weird. És sötét, és nincsen flashlightunk. Egyre nem támad meg senki. Mondod, hogy creepy? Volt egy szám a falon? Ja, 665 vagy mi volt? Az lesz a kód? Simán lehet. 665, aha. Let's see. 665. Indeed, my friend, indeed. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Van baszó hangja már ennek a csávónak, nem? Konkrétan, ezt mindig elmondom, de 1000 ember közül felismerném a hangját. Nagyon tetszik. Nagyon egyedi. Na, az is zárva. Not there good. Was something in the studio with me. Mm-hmm. I had to get out. I'm coming. Ojo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 j
most derül ki folyamatosan. Ahogy haladunk a sztoriba. Van valami Dark Presence, ez egyértelmű. Van valami... Oké, és visszakerülünk. Na ez az első részben a lék, ahol ír, ugye? Aha, a house. I felt like a drowning man gasping for air. Kiánó drogok után, amúgy. A ghost of a memory surfaced. John Wick lecsúszott. Igen, itt írta a sztorit ugye az egybe végig. Hogy megmentse a feleségét, akit végül nem tudott sose megmenteni. Itt a lék, ugye itt esett be a vízbe, itt vitt el az öreg asszony. Ha jól emlékszem, van egy rádiónk. Ez lesz a mi fő hadiszállásunk. Oké, itt vannak a zenék, ugye, ha itt rakhatjuk össze mi a sztorit. De jó! A plot board for mapping out a story. Mhm, ugyanez a mindpiece, ugye. És itt az LMB trailer is, aha, a DBD-ből, igen. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. Igen. Igen, ő írta saját magának. You must write to escape, így van. Ez az első része, nagyon sokat mondták, hogy muszáj írni, hogy túlélje. As a talk show, I had thought I was home in New York, but no one it had felt right. I was trapped in a dark place, a nightmare beyond our world. Aha, the witness room was my safe haven. My writing affected was for the outside. Mi volt ez a hang? I was trying to write a story to escape this place. The story was called Initiation. Ugye?
By the story I wrote, I projected myself out to look for a way to escape. I had tried many times, failed, this place made me forget. Oh, nem akarja elengedni ez a hely, ahova beragadt. The dark place trapped, you must write to escape. Igen. One goals. Get back to writing. Oké, hát akkor írjunk. És akkor valahogy kiírtuk magunkat a storyból a más szaga Andersonékhoz? Na, nagyon érdekes, fogalmam sincs. Lesz az lesz, amit mondtál? Lehet, lehet. Én azt hittem, hogy választani kell, hogy kivel játszasz. I'd use my writing to project myself out of this room. Mm-hmm. Like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. Vagy akkor megduplázta magát az írása által? Így van. I would start again at the talk show. Gondolom. Lehet, hogy az lesz így, hogy mind a kettővel játszhatunk, vagy lehet, hogy bemutatja mind a kettőt, aztán kell választani. Szóval újra kezdte az írást, megint a talk show-val. De most már akkor vágja, hogy mi van. Itt lesz Alex Casey. Ő a társunk, ugye? Oké, ki kell jussunk valahogy. Megint nem nyílik? Igen. Ugyanaz, ugyanaz. Hát az szerintem benne, amiért írt magáról szerintem kettő lett belőle, egy gonosz és egy jó, de ez csak az én tippem. Aha. Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part? Nem ez a csávó Remedinek a valamije amúgy. He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Nem? Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, szerintem ez fixel az a faszi. What's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in... What's the issue, Max Payne? Well, in that case, you won't. Ez a játék nem lél emberek, nem? De, aha. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp shaped like an angel, the only thing that shed light on this sordid mystery. És ez most a valóságban is megtörténik? Vagy a filmben vagyunk? Hát, és ez nagyon trippy. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Oké, és megint visszakerültünk ide. Nagyon weird, nagyon weird. Oh-oh, old gas. Ja, oké, ezt mondta az előbb, csak ezt nem vettem észre. Vajon ugyanúgy jutunk ki? 665, oké. Nem?
Oké. Rosszul írtam be? 665. 5-6. 5-6-5. Oké. Trükkös, trükkös. Szóval 5-6-5. Oké. Kicsit-kicsit átvariálták. Ugyanúgy csak ki kell jutni. A csávóhoz 13 év alatt mennyien rémálmon mehetett keresztül amúgy 10... Nem tudom, hogy mondjuk itt hogy telik az idő, de a mi világunkban ez 13 év volt. Tesó, a csávóhoz megzavarodik. Ó, oh, most viszont ez kinyílt. Hello? Lorraine, there you are, Tom. Oh, not so much evil, that not a bit of good as well. Not one without the other. Uh-huh. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Totta helvetissä. Of course, Tom. As a Schwed? Its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Okay. The fuck? What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Yeah, mutta katsoppa, kun a man's a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? Sure, sure. A man with a tool. A man with a tool. His own exit. Oh. It's in a shoebox. Okay, ez a clicker lesz, ugye? Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Thank you. Miért hív Tomnak? Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So, don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. I've been trying to find a way to escape the dark place. Tom, de nem. Inkább németre hasonlít. Igen. Inkább Finn. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. Aksha. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Szóval le kell jussunk a basementbe. Itt is van a basement. Megkaptuk a kulcsot tőle, a janitor keyt, úgyhogy le tudunk menni a basementbe. Szóval egy shoeboxban van, amit el kell hozzunk. Szerintem a clicker cucc lesz, nem tudom biztosan. De szerintem a clicker cucc lesz. Nézzük. Igen, ja, mindenhol fel lehet szedni a térképet, ha akarod. Hogy tudjad, hogy merre vagy. Na nézzük is. Ne felejtsem el felkapcsolni a lámpát. Erre is figyelmeztettek minket. Nagyon komoly ez a játék amúgy. Nagyon tetszik. Jó, ez a szép place. Aksa. Was this what the janitor had left for me? Igen, ez a cucc, nem? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Okay, okay. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When Whoa. The light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Uh-huh. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. És akkor ide vissza tudom rakni, hogyha akarom. Aha.
Hát ez nagyon érdekes. Very interesting. És ez kell nekünk a basementbe, hogy ki tudjunk kijutni. Világos, világos. I felt another surge from the lamp. I could use it again. Csak ne itt, hanem majd itt kint. Megtaláltam a lámpát, faszim! Úristen! Akkor én nem is zavarnám, uram, elnézést, akkor én nem is zavarnám tovább. Jó. Erre nem tudok tovább menni? Akkor állgesz vissza a basementbe. Nagyon para a csávó! Legyen utána rontol az egyik erekét, úgy néz ki. Úgy néz ki. Az öreg Dumbledore lámpása most már nálunk van. Szóval ott az exit. Oh, sorry. Oh, ja, oké. Shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Érdekes, nagyon érdekes, nem? Teljesen megváltozik minden. Ja, és akkor ez egy ilyen fék ajtó most. Aha. Oké. Okay. Szervusz, Devella! Két irányba is mehetünk. Mehetünk erre. Ja, a fény miatt. Aha. Nagyon érdekes. Oké, erre nem megyünk, mert szerintem ez a kiutás. Itt még körbe akarok nézni, hogy erre van-e még valami. Ugye nem volt semmi másszor. Ja, de itt. Felfele még lehet menni, nem? Zárva volt. Azt mondom, hogy még itt lehet lootolni. Nem lehetett lootolni. Rip. Ó, láttátok, itt megmozdult a fény. Jó. Akkor go. No charges. Akkor vissza kell szerezzem a fényt. Vissza kell szerezzük a fényt. Mert nincsen charge, vagy innen ki, nem tudom kiszedni? Cup-cup? Nem. Rendben. Jó. Még sense, takarító csávó a Voldemort nád az egyik erekér, nincs errefele női öltöző esetleg? Hát, ha felbukkanna Hermione? Okay. The danger and the horror are real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times. Written countless stories. Forgotten how many. I keep failing. But I must keep trying. Nem engedi, nem engedi. Hiába írja bele a sztoriba. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean. And a lake that's not a lake. It's an ocean. End of part. Mire gondolsz, Kroki? Nice. Talk show. Akkor ez volt a következő chapter, ugye? Hát ez nagyon elborult volt, nem? Hát nem sokat értettem.
Szóval szerintem az van, hogy megírta magát a sztoriba, és ezért van több, úgymond, hát nem személyisége, hanem több, konkrétan több ember. Ő, és akkor megéri saját maga azt, amit írt, vagy egy másik része megéri azt, amit ír. De hogy hogy sikerült neki kiírnia magát ebből a világból, azt nem tudom, mert mondta, hogy többször megpróbálta, de soha nem sikerült, ezért egyre mélyebbre megy a sztoriba, hogy egyre jobban felderítse, hogy mi van ebben a világban, miért nem engedik el. És ezért mondta szerintem, hogy a Dark Presence beleszól abba, hogy mi van, mert nem engedi, hogy kiírja magát a sztoriból, szóval átírják a sztorit, hogyha valami olyat írnál, nem engedik. És abból táplálkozik, hogy az elméd, ugye, amíg össze nem roppansz teljesen mentálisan, annyi ezt amúgy. Ugye ezzel a jött a DBD, nem? Ezt írta, amikor elsőt láttuk ezt. Hasonlóval, nem ugyanezzel, de hasonlóval, aha. Mindent értettél? Jó neked. Na várjátok, leállítom a izé.